Bár hivatalosan október 15-én kezdődik a fűtési szezon, a hűvösebb idő miatt már szinte mindenhol beindították a tüzelőfűtő berendezéseket. A legfontosabb, hogy kifogástalan műszaki állapotban legyenek és megfelelő körülmények között használjuk azokat. Több olyan tűzeset is történt az elmúlt időszakban, amikor a vegyes tüzelési kazán mellett tárolták például a tüzelőanyagot, egy kipattanó szikra hamar lángra lobbant egy-egy családi házat. Szilveszter éjszaka például egy 300 négyzetméteres családi ház égett le. Júliustól már a lakossági kéményseprés is a katasztrófavédelemhez tartozik, a kéménysepréssel foglalkozó társaságok pedig csak a cégekért, közintézményekért felelnek, tájékoztatott a kéményseprőipari Kft. Ügyvezetője. Valkó Attila kiemelte, maga a szolgáltatás is változott. A szolgáltatások annyiban csökkentek, hogy a gázkéményeknél csak két évente egyszer kell ellenőriztetni a kéményeket, a vegyes tüzelési kéményeknél pedig évente egyszer. A fűtési szezonban sokan félnek a szénmonoxid mérgezéstől, hiszen az halálos kimenetelű is lehet. Azonban egyre többen vásárolnak jelzőberendezést otthonukba, ezért kevesebb a halálos szénmonoxid mérgezés. Az elmúlt fűtési szezon is rámutatott arra, hogy a lakosság a szénmonoxid érzékelőnek köszönhetően csak kisebb vagy minimális balesetet szenvedett a megyei szinten, hiszen ezek a jelzőkészülékek időben jeleztek, így életeket tudtak megmenteni. Viszont kisebb sérülések voltak. Volt úgy, hogy 4-5 fő is tartózkodott egy ingatlanba, amikor bejelzett ez a szénmonoxid érzékelő, rosszul létre panaszkodtak, így az életüket meg tudták menteni, hiszen vagy a szomszédok segítségével, vagy akár saját lábukon el tudták hagyni a szénmonoxiddal telítődött helységet. A szakemberek azonban már komolyabb mérőeszközöket használnak egy-egy ellenőrzéskor. Mi is ez a szerkezet? Tehát ez egy füstgázelemző műszer. Arra szolgál, hogy az átégéstörő kazánoknál, vagy átégéstörő kazánnál is meg lehet mérni a füstgáz összetételét. A szénmonoxid tartalmat benne, a nyomást a kéményben, ezzel akár húzatot is lehet mérni, vagy pedig a kémény tömörségét lehet vizsgálni. A Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján megtalálható a biztonságos vizsgált jó minőségű érzékelők listája.